Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Orion a családok igaz barátja. Cégünk mentorai csak az önök hívását várják. Ne habozzon, tegye próbára új barátját, szabaduljon meg mázsás gondjaitól, devizahiteleitől. Orion az igaz barát. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Sike András, olimpiai bajnok birkózó, az FTC birkózó szakosztály vezetője, vezető edzője. Szerbusz, gratulálok! Jó napot, köszöntöm a nézőket! 2014 a Ferencváros birkózó szakosztály számára megint egy kiugró év volt, ugye? Igen. Megnyertétek a csapatbajnokságot. Ez a birkózásnál, ez még hál' Istennek, ez még azért mindig ugye egy mérvadó történet, még ennek még van rangja. Van egy világbajnokod, aki ugye ebben az évben még Európa bajnok is lett, Bácsi Péter. Van egy junior világbajnokod, aki egyetemista világbajnokod, és egy junior VB bronzérmesed is van, tehát csak a főbb eredményeket emeltük ki. Így vágtatok neki ennek az évnek, hogy ez benne van a pakliban, vagy te is meglepődtél? Hát minden évben úgy vág neki az ember, hogy minél jobb eredményeket szeretne elérni. Nyilvánvaló, hogy a Petiben már ez benne volt évek óta, hogy világversenyen aranyérmet nyerjen, sőt, már ugye nyert is 2008-ban egyszer. Úgyhogy így, hogy idén összejött neki egy évben EB és VB, ez nagyon szuper. De azt gondolom, hogy benne volt a Petibe ez. Mm. Évelején ugye az volt a kérdés, hogy itt a súlycsoportok átrendezése miatt melyik súlyba induljon. Végül a 80 kiló mellett döntöttünk, sőt az EB után is felvetődött az, hogy esetleg a VB-re lefogy, de azt gondolom, hogy helyes döntés született azzal, hogy a VB-n is a 80 kilóba birkózott. A Németh Iván, ő is évek óta hozza az eredményeket, volt már junior világ és Európa bajnok, idén sikerült megnyerni az egyetemi világbajnokságot. A török mikor fog nyerni felnőtt világbajnokságot? Felnőtt világbajnokságot. Ne, akkor már csak ez hiányzik. Hát azért még hiányzik egy felnőtt Európa bajnokság is. Jó, most a világbajnokságot sem vettem, ugye most ugye egyetemista, ugye junior világbajnok, akkor most már csak a felnőtt VB hiányzik. Igen, csak ahhoz ki kéne menni a világbajnokságra, és ott pedig van egy kis bökkenő, hogy Magyarországon a mezőny rendkívül erős, hiszen Kis Balázs, aki szintén világbajnok, ebben a súlycsoportban van. Igen, azon kívül igen, Varga igen. Ádám is az utóbbi időben nagyon jó teljesítményt nyújt, úgyhogy az Ivánnak először itt kéne magyar bajnoknak lennie ahhoz, hogy ki tudjon menni világversenyre. Bocsáss meg, nem akarom a Kis Balázst leértékelni, mi nagyon jóban vagyunk, csak szegénynek állandóan mindig beüt a krak. Szervezete nem nagyon bírja a kiképzést. Igen, itt az utóbbi időben Balázs többször sérült volt. Megmondom őszintén, én nem örülnék neki, ha úgy jutnak ki valamelyik versenyzőn világversenyre, hogy azért, mert egy másik magyar megsérül. Tehát annak örülnék, hogyha a Balázs is egészséges lenne. Igen, csak ezt azért is említettem, hogy akkor Németh Ivánnál most lehet, hogy sportszerűen hangzik, de más a motiváció, mert végülis nem egyértelmű most már sajnos, hogy Kis Balázs megy. Mert nála, mint tudjuk, keretedzés, utolsó pillanatban meg tud úgy szegény sérülni, hogy aztán kész. Egy egyszerű futásnak, tehát neki már nem kell sok. Én úgy gondolom, hogy ez csak jó a magyar birkózásnak, hogyha többen vannak itt ebben a súlyban jó képességű versenyzők. Sőt, a Török Zsolti, aki szintén ebben a súlycsoportban lesz, igaz, hogy még junior korú versenyző, ő volt, aki idén junior világbajnokságú harmadik volt, és most már a csapatbajnokságon is, meg egyre több versenyen azért most már olyan teljesítményt nyújt, hogy remélem, hogy előbb-utóbb most már majd vele is kell számolni felnőtt szinten is. Ez a csapatbajnokság milyen volt? Mennyire kellett megizzadni az aranyéremért?
soha se könnyű megnyerni egy csapatbajnokságot. Az erősödnek Magyarországon a csapatok, hiszen egy pár éve még az SMTK ugye nem volt csak a másodosztályba. Vasas az mindig egy jó ellenfél, a Dorog is megerősödött, Cegléd, ugye a két Lőrinc igen. testvérek révén. Tehát azt gondolom, hogy igenis egy erős csapatbajnokság volt, és ez mindig egy fokmérője a szakosztályoknak, a munkájának, hogy ki tudja megnyerni a csapatbajnokságot. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 6 évben, mióta én vagyok a birkozó szakosztály vezetője a Fradiba, 3 arany és 3 ezüstérmet szereztünk, tehát nincs szégyenkezni valónk. Voltak légiósok? Kellett? Mert azért tudom, hogy bevett szokás, hogy ilyenkor igazolnak a klubok egy-egy versenyzőt. Lyukasú csoportban. Igen, a mai világban ugye már ez teljesen természetes dolog, hogy mindenki próbálja betömni a lukakat. Nálunk egy kicsit a szabadfogás az gyengébb, és mivel ez ugye vegyes fogásnembe zajlik, így általában mindig a szabadfogású részt egy kicsit meg kell erősíteni. Úgyhogy most is a döntőre egy ukrán idegen légióst szerződtettünk, aki hozta is magát és nyerte mindegyik meccsét. Milyen most az élet a Ferencvárosi birkozó szakosztályánál? Hangos, sok gyerek van, sokan jönnek? Hát egy kicsikét kettős érzésem van a Fradival kapcsolatban. Ugye a klubtól minden támogatást megkapunk, segítenek mind anyagilag, mind erkölcsileg mindenbe, de ugyanakkor ott van a probléma, hogy az új stadion építése miatt, illetve a régi bontása miatt, ami csarnokunkat is lebontották, és jelenleg úgymond hajléktalanok vagyunk, különböző albérletbe, iskolák tornatermébe, a nagyobbak benne a nemzeti sportcsarnokban, Müller Ferdinánd edzőterembe edzenek, de hát ígéret van rá, hogy jövőre talán elkezdik építeni a csarnokunkat, és meg fog oldódni ez a probléma is. 2020-ban? Nem. Hát én bízom benne, hogy előbb. Nehéz most így? Sokan emiatt lemorzsolódnak? Itt a gyerekekre gondolok. Mennyire tudnak ilyen helyre? Mert ha valaki ezt vállalja, az már elég elkötelezett, nem? Gyerekkorban, hogy most ide megy iskolába, tehát más a közeg, mint a más a feeling az egésznek. Nyilván, hogyha egy gyereket a szülő levisz az edzőterembe, ott azért számít az, hogy milyen körülmények vannak, és például itt van az erzsébeti birkozó szakosztály, ami egy szuper csarnokba edz, hát ahhoz képest ugye mindenki lemaradásban van, mert hogyha azt meglátja egy szülő, hogy ott milyen körülmények vannak, akkor nyilván oda viszi a gyereket. De hát próbálunk azért ebben a helyzetben is talpon maradni. Vannak kihelyezett szakosztályaink Pest melletti falvakban, a Telepi utcában, az iskolában, a tornateremben van egy csoportunk, úgyhogy viszonylag ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy egy 150 gyerek azért van, aki nálunk birkózik, és ezért az a magyar viszonylatokban egy jó számnak számít. Akkor csak meg kell őket tartani, addig míg rendeződik a viszony. Igen. Hát ez egy nehéz feladat, de nem adjuk fel, és az edző kollégákkal együtt azon vagyunk, hogy mindig legyen utánpótlás, és 20 év múlva is legyen esetleg olyan eredményes versenyzőnk, mint a Bácsi Peti. Még jó, hogy a válogatottak azok ritkán vannak a klubban. Igen. Hát ugye központi felkészülés van Magyarországon a birkózásban, és a válogatott az első emberek különösen sokat vannak külföldön edzőtáborban, most is Tatán vannak, már kezdték az alapozást, tehát igazából a munka nagy részét ők a válogatottban végzik. Ilyenkor a felnőtt birkózást nézzük, mekkora az élet a Ferencvárosnál? Mennyien maradtak még? Vannak még felnőtt birkózók? Én úgy gondolom, hogy magyar viszonylatban nálunk azért még főleg kötött fogásban vannak egy jó pár versenyző, aki tényleg komoly eredményekre képes, és akár nemzetközileg is labdába tud rúgni, de emellett vannak még olyanok, akik magyar bajnokok voltak idén, és hát nyilván a csapatbajnokság mutatja azt, hogy azért megfelelő számú felnőtt versenyzőnk van. Habár el kell, hogy mondjam, nagyon nehéz megtartani, mert felnőtt korban a birkózókat, nagyon nehéz őket motiválni, de hát úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten nálunk ez sikerül megoldani. Bácsi Péter formája kitart az olimpiáig?
bízom benne, hogy ki fog tartani. Nagyon elszánt a Peti. Úgy gondolom, hogy meg fogja tudni oldani azt a problémát is, hogy jövőre már egy súlya lejjebb kell, hogy versenyezzen. Igazából én nem is attól félek, hogy nem tud lefogyni, mert biztos vagyok benne, hogy lefogy, de hogy milyen állapotban lesz. Hát nyilvánvaló, hogy itt az orvosi stábnak is azért oda kell tenni az ő részét, és hangsúlyozom, nem valami illegális szerrel, igen, de a mai világban megengedett teljesítmény fokozó szerekkel, illetve olyan szerekkel, amik visszapótolják a szervezetébe azokat az elvesztett vitaminokat és ásványi anyagokat, ami a fogyás után pótolni kell, úgyhogy ez egy nagyon fontos része lesz a Petinek a jövő évi felkészülésébe. De nagyon remélem, hogy ez is menni fog, és nem lesz probléma. Mikor kell hoznia neki a súlyt? Szeptemberben van a világbajnokság, oda kell lefogynia. Én úgy tudom, hogy... Az EB akkor az nem EB, hát nem, ő az EB-re nem fog lefogyni. Uh-huh. Illetve nem is lesz EB, hanem európai játékok lesz. Igen. A VB előtt én mondtam neki, hogy egy versenyre mindenképpen le kéne fogynia, ami ugye súlyengedményes verseny, tehát ott nem 75-re, hanem 77-re kell már neki lefogyni, és utána a világbajnokságon a 75 kiló. Izgalmas lesz. Hát mindig izgalmas. Hát igen. Elégedett vagy egyébként a pályafutásoddal, mint olimpiai bajnok birkózóként? Tehát rendben van az életed? Sinem van? Rendben van, de... Az én pályafutásom miatt van egy kis hiányérzet bennem. Na. Úgy gondolom, hogy amikor én igazán fönn voltam a toppon nemzetközileg, akkor jött egy olyan szabályváltozás abban az időben, ami nekem keresztbe tette a pályafutásomat valamilyen szinten, hiszen 89-től bevezettek egy olyan szabályt, ami annyiból állt, hogy a lenti munkát kivették a birkozásból, és nekem meg a lenti volt az erősségem. Tehát egy 4 év úgy ment el a pályafutásomból, ami én szerintem az egyik legjobb 4 év lett volna, hogy az a lenti munka hiányzott, amiben én akkor legjobb voltam. De most megint van. De sajnos most olyan hangok jönnek, hogy megint ki akarják venni a lentit a kötött fogásból. Igen. Ami szerintem egy hatalmas nagy hiba, mert akárhányszor eddig kivették a földharcot a kötött fogásból, nem telt el max. 3-4 év, és újra rájöttek, hogy vissza kellett tenni, mert ugye a kötött fogásban az akciók zöme az lentről történik. Tehát nem is értem, most úgy gondolom, hogy egy jó szabály van egyébként a mostani birkózásban, ami egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amikor én olimpiát nyertem. Igen, majdnem ezért mondtam, hogy most majdnem ugyanaz, én úgy gondolom, ez az egyik legjobb szabály kötött fogásban, és most megint olyan hangok vannak, hogy ezt megint meg akarják változtatni. Még az olimpia előtt? Hát állítólag már januártól. Állandóan változtatnak mindig mindent? Igen. Nem tudom, úgy látszik, hogy valami kényszert éreznek, hogy kis hangya állandóan mindig változtatni akarnak. A fejükben? Igen. Hát az a baj, ti meg kénytelenek vagytok menni. Hát alkalmazkodni kell, nyilvánvaló, de én nem hiszem, hogy ez fogja a birkózásnak a gondjait megoldani, hogy állandóan szabályt változtatunk. Mert mi a gondjuk bajuk most, hogy nem látványos, és hogy így akarják azt, hogy több... állásból végrehajtott dobás legyen, vagy mit akarnak? Azt gondolom, hogy akármilyen szabály lesz, két jó képességű birkozó, az soha nem fog sok akciót csinálni egymáson. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy nem fogják szórni az akciókat. Nyilvánvaló, ha egy erősebb, egy gyengébb képességűvel birkózik, ott több az akció. Igen. De hát számtalan sportág van, ahol ha két jó képességű csapat játszik, mondjuk egy olasz bajnokságban, egy Milán-Juventus meccsen se hiszem, hogy potyognak a gólok, tehát ez benne van. Pedig hát most ugye az olimpia szempontjából megnyugodhat a birkózás, a világbirkózása, nem? Igen, hát tavaly született egy döntés, hogy maradunk az olimpia műsorán. Azt gondolom egyébként, hogy nem amiatt vették le, vagy vetődött fel az a kérdés, hogy levegyék az olimpiáról a birkozást, hogy a szabályok miatt, hanem egyéb más olyan dolgok voltak, amit helyre kellett tenni. Mm.
és a Nemzetközi Szövetség azt gondolom, hogy hozott olyan döntéseket, és jó irányba viszi a sportágat, ami hosszú távon helyet biztosít nekünk az olimpián, de még egyszer mondom, ezt a szabályváltoztatást, amit most szeretnének a hírek szerint bevezetni, ezt én nem tartom jó ötletnek. Hát igen. Ez mondjuk a Bácsi Péterre nézve, ez mit jelenthet? Hát ő is azért lentről elég sok akciót csinál, de azért ő állásból is. Tehát talán ő neki nem lesz egy olyan hátrány, mint olyannak, aki csak a lenti munkára appellál. Hát mondjuk, hogyha magyarokat kellene említenem, akkor Módos Petinek, szegénynek ez megint egy nagyon hátrányos szabály lesz. Tehát az utóbbi időben akármilyen intézkedés történt, a Csontinak mind negatív. Tehát most egy új súlycsoportba kell birkóznia. Hát ez nem meglepő. Hát a kis súlycsoportok mindig így járnak, nem, Bandi? Hát úgy látszik, hogy rajtuk csatta mindig az ostor. Hát igen. Igen. De bírjátok ti ezt. Hát nem? Bírjuk. De remélem a Csonti is fogja azért bírni, és nem lesz gond. Utánpótlásnál, ott vagy válogatott utánpótlásánál? Junior válogatottnak az edzője vagyok, igen. Most is voltatok egy versenyen. Hát ez felnőtt verseny volt, ez Iránban volt a múlt héten. Klubvilágbajnokság néven futott. De nem vittetek ki egy-két juniorkorút? Vittünk juniorkorút is, másod-harmadik vonalbelieket. Vittünk nagyon öreget is, mert például a Deák Bárdos Misi is igen, volt. Igen, láttam, meg is lepődtem. Úgyhogy... Mi történt vele, hogy rávettétek, hogy rá kellett venni? Ugye ez úgy indult először, hogy egy Fradi Vasas vegyes csapat fog indulni, csak aztán a Vasasból különböző okok miatt többen lemondták a szereplést, így aztán maradt négy fradista a csapatban, és a többit különböző klubokból töltöttük föl. De hát mivel, hogy klubcsapat VB, akkor fogjuk rá, hogy ez a Fradi csapata, és akkor nyilvánvaló, hogy mindenkinek föl kellett venni a Fradi melegítőt, még a Misinek vérbe, is. Ezt akartam, a vérbeli Diós Győri fölvette a Fradi? Így van, persze, és büszkén feszített benne Iránba, úgyhogy le is fotóztuk, és lesz majd még ennek folytatása, föl fog még kerülni a közösségi oldalakra, hogy a Misi Fradi címeres melegítőbe feszeng. És hogy birkózott egyébként? Egyébként hozta magát, három meccse volt, kettőt nyert, kicsit a harmadikra elfáradt, de azt gondolom, hogy még mindig tartja azt a szintet, ami úgy gondolom, hogy 40 éves korban igazán meglepő, és fantasztikus, hogy milyen teljesítményre képes még így 40 évesen. És a Fradi hogy szerepelt ezen a klub? Végülis a 16 csapatból a tizedikek lettünk. Hát ez nem olyan jó. Azerbajdzsánt elvertük, igaz, ők klubcsapattal álltak föl, de hát a kínaiak, a kubaiak, akiktől kikaptunk, az első csapattal, tehát a válogatottal álltak föl. Uh-huh. És kikaptunk egy iráni csapattól, ami szintén jó erőből állt. Tehát azt gondolom, hogy hoztuk, ami úgy bennünk volt, ettől többet nem lehetett várni ettől a csapattól. Fradinál most csend van, béke, egy kis pihenő, vagy edzés van így december végén? Hát a kicsiknek most még a héten, meg a jövő héten lesz edzés, utána ők kapnak két hét szünetet, a nagyobbak azok már nem vannak Tatán, azok a versenyzők, akik felnőttben vagy juniorban, esetleg jövő évben világversenyre tudnak menni, ők már elkezdték az alapozást. Azon kívül úgy gondolom, hogy mindenki a jól megérdemelt pihenőjét, az edzőkollégák is megkapják most így évvégén. Egyik edzőkollégám, a Széles Józsi, az most fekszik benne a kórházban, most műtette meg a lábát, térprotézist raktak be neki, úgyhogy ilyenkor mindenki a sebeit nyalogatja, kipieni. De januártól az öreg motoros ott lesz a szőnyekben. Így van, úgy gondolom, hogy ő is csatasorba áll, és akkor folytatjuk tovább a munkát januártól. Tényleg, új edzők, valaki nevesebb, aki abba hagyta? Nem akartok régozni, hát, erősíteni a stábban? Az igazság, hogy a terveim között az szerepel, hogy egy két év múlva le fogunk új edzőt majd alkalmazni. Két év múlva? Igen, az olimpia után. Akkor ez még versenyző most jelen pillanatban, ugye? Így van. Már megbeszéltétek vele? Tud róla? Hát volt már róla szó. Úgyhogy még addig ő neki van feladata, és valószínű, hogy utána
ha csak nem azt mondja, hogy még 4 évet bevál, akkor valahogy meg kell oldanunk az edzőkérdést, de nem hiszem. Mi a cél 2015-ben? Nyilvánvaló, hogy a fő cél, hogy a Peti megszerezze az olimpiai kvótát. Fontos a klubnak? Nagyon fontos, hogy... Nagyon, nagyon nyilván, hogy ez alapvetően meghatározza egy szakosztálynak az életét, hogy van-e olimpikonja. Ez költségvetésben is gondolom, ez érződik. Igen, ott is, igen. Hát és azon kívül ugye a többiek is minél több válogatottuk legyen, korosztályos válogatottak, magyar bajnokok legyenek, és akkor természetesen a csapatbajnokságokon is a minél jobb szereplés. A műhelypénz az hogy jön össze? Mennyire nehéz ma működtetni egy szakosztályt? Nekünk két részből jön össze a műhelypénz. Egyrészt a klub segít, másrészt a birkozó szövetségtől. Van most ez az új sportág fejlesztési támogatás, ami az előzőekhez képest nagyságrendekkel nagyobb, és így áll össze a költségvetésünk. És azért akad jó, hogy arányaiba véve elenyésző, de azért akad mindig, aki támogatja, vállalkozók, volt birkozók, barátok a szakosztályt. Összetartanak még a régi fradisták? Összejártok még? Azzal, hogy most ugye nincsen csarnokunk, ez is ellaposodott, mert ugye a régiek is, amíg megvolt a csarnokunk, lejárogattak. Úgymond hazajártak. Kondizni, láttaniszezni, focizni. Megszokták azt. Igen, de hogy most nincs csarnokunk, így egy kicsit szétszélett a veterán brigád is, de hát nagyon remélem, hogyha megoldódik a csarnok problémánk, akkor megint vissza tudjuk majd hozni azokat a régi birkózókat, akik még lejönnek majd szívesen mozogni egy kicsit. Veterán világbajnokságon nem szoktál indulni? Nem. Miért nem? Nem tervezem. Miért nem? Hát, én úgy gondolom, hogy birkózóként, ahol kellett, ott már indultam, és ezzel kész. Aha. Nem hiányzik nekem, hogy induljak még veterán VB-n. Mikor birkoztál utoljára? Mikor birkoztam? Talán egy hónapja edzésen. Egy ilyen 10 percig birkóztam. Kivel? Serdülő? Nem. A Kovács Bencével, ő az 55 kilós junior válogatott. Uh-huh. Igaz, most már 59 kiló, ő volt ki most többek között Iránba velünk 59 kilóba. Aki terveink szerint majd most decemberben át fog igazolni hozzánk, ő egy kaposvári versenyző, de fölköltöztek Pestre. Vele birkóztam egy kicsit, de hát... Nem esik jól, megmondom őszintén, már nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt. Na, mi a baj? Nehezen mozognak már a csontok? Hát az, hogy fejbe tudnám, hogy mit kell csinálni, igen. De a testem már nem azt csinálja. Tehát akciózás az már nem nagyon megy. Ugye lögdösődök, de akciók azok nem mennek. Hát ez már az életrendje, ugye? Igen. Nem baj, egy a lényeg, akkor ugye, hogy a Ferencváros birkozó szakosztály, akkor az továbbra is akkor ott van a csúcson. Hát mondhatjuk így, igen. Vagy nem? De hová tennéd? Hát magyar viszonylatban én azt gondolom, hogy persze, most magyar viszonylatban a legjobb 3-4 klub között van mindenképpen. Tehát azért jó eredményei vannak a dorogiaknak, nagyon jó utánpótlásuk van az Erzsébetnek, a Vasasnak, tehát azért... Úgy teszem fel a kérdést, rang még ma Ferencváros birkózójának lenni, vagy mindegy, hogy hová megyek birkózni, vagy azért nem mindegy. Tehát azért ez is azok közé tartozik, azok a klubok közé tartozik, ahová rang bekerülni. Hát én nagyon remélem, hogy rang még nálunk birkózni, én úgy gondolom, hogy igen. Plusz ugye a Fradit a foci miatt még egy különleges mítosz is körülvesz, tehát én azt gondolom, hogy ez rang. Meddig tervezed ezt a szakosztályvezetést? Nem gondolkodtam még ezen, hogy meddig tervezem. Hát azt gondolom, hogy amíg bírom, addig csinálom. Úgyhogy majd meglátjuk az élet, hogy hozzá. Legfontosabb akkor zárásként, hogy 2015-ben Bácsi Péter ugye kiharcolja az olimpiai részvételt. Ugye ez a legfontosabb most a Ferencváros számára? Így van. És mondjuk, ha egy VB éremmel, vagy netántán megint egy VB aranyéremmel harcolnál ki, hát ez aztán tényleg nagyon szép lenne. Az már csak a habatortán, hogy szokták mondani, így ugye? Van, így van. Na, kitartást,
Mármint ahhoz, hogy most hol itt, hol ott vagytok, aztán előbb-utóbb újra lesz talán otthonotok, saját kis otthonotok, amit belakhattok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat. Egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség. A Dínosport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft. A Dino Sporthíradó motoros partnere, az Asics Motorsport Ladies Team támogatója, az Asics Complex. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó vizes partnere a Jet Power, mert vizen száguldani jó. A Dino Sporthíradó internetes média partnere a lovasok.hu. Lóháton még színesebb a világ.